Minden évben elhangzik, hogy az adott időszak nehezebb lesz, mint amit magunk mögött tudhatunk, de erre az évre ez még nyomatékosabban igaz lesz. Olyan folyamatok játszódnak a szemünk előtt, amelynek hatásai nap mint nap érződnek a munkánkban, mondja Borosné Simon Zsuzsanna intézményvezető. Én azt látom, hogy nagyon nagy a bizonytalanság jelen helyzetben. Ugye most pont a költségvetés, az intézményi költségvetés összeállításán dolgozunk most már hosszú ideje, és hát lassan körvonalazódnak ezek a számok, és hát bizony ezek nem mutatnak, azt gondolom, hogy túl jó irányban. És azért, hogyha megnézzük az intézmények működését, akkor én itt egy nagyon nagy bizonytalanságot látok. Ez részben a közüzemi díjak emelkedéséből adódik, a gondozási központ 4 telephelyén jelentősen megnövekedtek a kiadások. De ugyanez a bizonytalanság mutatkozik a kliensi kör életében is. Épp a kollégákkal a múlt héten volt egy szakmai megbeszélésünk, ahol ők is felvetették azt, hogy látjuk azt, hogy a klienskör helyzete, illetve a mentális és pszichés állapotuk az teljes átalakulóban van, és azt kell, hogy mondjam, minden pozitív irányban. Tehát azt látjuk, hogy akik hozzánk jönnek, ők feszültek, ingerültek. Ami nem nagyon volt nálunk jellemző, az az agresszivitás, de most találkozunk ezzel is. És itt figyelnünk kell arra, hogy a kollégák ugye ezeket az adott helyzeteket hogy kezelik le. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon összetett szakmai munka. Igyekszünk maximálisan segíteni, de most kezdjük azt látni, hogy az a középréteg, aki munkát vállal és bejelentett munkája van, ők is egyre nehezebben élnek, egyre nehezebb a napi megélhetésük, a gyermekeknek az ellátása éppen azért, mert a közüzemi díjakat, illetve az élelmiszer áremelkedésből adódó költségeket nagyon-nagyon nehezen tudják előteremteni. Ez azt jelenti, hogy több olyan páciens is lett a gondozási központban, akik eddig biztos anyagi körülmények között tudhatták magukat. A másik érintett kör, mondja az intézményvezető, az időseké. Nagyon-nagyon nehéz a szakmai segítségnyújtás, mert sok esetben ugye mozgásában korlátozottak, illetve ágyhoz kötöttek, önellátásra részben teljesen képtelenek, viszont nincs mögöttük egy támogató környezet, nincs mögöttük egy segítő család. Ez teljesen mindegy, hogy miből adódik, ezt most nem részletezem, de egyedül maradnak. És bennünket keresnek meg, és bennünk látják majd azt a megoldást, amire nekik szükségük van. Ugye mi alapellátási feladatot látunk el nappal intézményként, de hát munkanapokon, ugye az adott munkaidőben tudjuk őket a házi segítségnyújtásban segíteni, viszont ott marad a fennmaradó idő. Egy ágyhoz kötött embernél ugye nagyon összetettek a feladatok, sokrétűek. És ahol szükség van arra, hogy bizony este is valaki oda menjen, hétvégén, ünnepnapokon is valaki nyújtson segítséget. Megpróbálunk ebben is áthidaló megoldásokat találni, próbálunk külső gondozókat bevonni a feladatellátásba, de ugye ez természetesen már az ellátott és az ő kettőjük segítségnyújtási feladatellátási kompetenciája, tehát az ő megállapodásain nyugszik majd ennek a feladatnak az elvégzése. A jelenlegi helyzet az, hogy nagyon szükség volna egy idős otthonra, de ennek lehetőségei nem láthatóak egyelőre. Megnehezedett ugye a szakellátásban lévő intézményeknek is a működtetése. Több intézményt már be is zártak, ugye ott is felszabadultak, akkor a eleve ugye a munkavállalók, illetve megszűntek a férőhelyek. Tehát éveket kell várni ahhoz, hogy bekerüljenek a szakellátásba, és ugyanezt tudom elmondani azokról, akik esetleg fogyatékkal élnek, vagy pszichiátriai kezeltek, és nekik is szükségük van a szakellátásban történő elhelyezésre. Megpróbáltunk már minden szakmai
fórumotvonalat megkeresni ez ügyben, és hogy nem tud haladni ez a dolog, de én itt is optimista vagyok, és bízom benne, hogy minél előbb tudunk az ő helyzetükre is megoldást találni.